átadták a felújított Clark Ádám teret. Akár 2 milliárd is lehet a bírság, fokozottan ellenőrzi a fogyasztóvédelmi hatósága fiatalkorúak alkohollal és dohánytermékkel való kiszolgálását. Egy úton nemzetközi zarándoknap, a hegyvidéken babakocsis zarándoklatra hívják a családokat. A Hegyvidék Televízió híradóját látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Átadta Nagy Gábor Tamás, az első kerület polgármestere a felújított Clark Ádám teret. A 0 kilométer követ restaurálták, környezetét rendbehozták, az elhanyagolt parkban a kertészek 1200 négyzetméter gyepszőnyeget cseréltek, mintegy 550 négyzetméter vágott bazalt nagy kockakő burkolatot építettek ki a téren, és felújították a lépcsőket is. A felújítás költsége csaknem 200 millió forint volt, amelynek nagy részét az önkormányzat saját forrásból finanszírozta, ebből 30 millió forint közérdekű felajánlás. A budavári önkormányzat felújította a Clark Ádám teret. A csaknem 200 millió forintos beruházás keretében felújították a térburkolatokat és a zöld felületet. Csaknem 550 négyzetméter vágott bazalt nagykockakő burkolatot építettek ki a téren, és felújították a lépcsőket is. A park rendezése is megtörtént, 1200 négyzetméter gyepszőnyeget cseréltek le a kertészek, cserjéket és egynyári növényeket ültettek. A 0 kilométer kő restaurálása is megtörtént, melynek környezetét szintén rendbe hozták. A felújított Clark Ádám tér átadásán Nagy Gábor Tamás, az első kerület polgármestere ismertette a 0 kilométer kő keletkezésének történetét, szemléltetve azt, mennyire fontos volt a teret megújítani. Ennek a kilométer kőnek, illetve a kilométer számításnak is külön története van. Magát az ötletet valamikor a 20-as, 30-as években vetette fel valaki, hogy a kilométerek távolságát valamilyen ponttól kéne viszonyítani minden országban. Magyarországon a Magyar Autóklub Szövetség karolta ezt fel, és 32-ben állítottak föl itt ezen a téren, akkor még a Alagút Clark és a Láncid tengelyében egy Patrona Hungariae szobrot, amely a Szent Koronát tartva jelezte a gyalogos, az autós közlekedésnek az allegóriáival azt, hogy ez az ország számítási központja, ez az a pont, ahonnan a távolságokat mérjük. Ez a szobor a háborúban megsérült, majd egy távolban néző munkás szobor került a helyére. A jelenleg is látható Borsos Miklós alkotása 1975-ben került a Clark Ádám térre. A restaurált szobor talpazatához faragott díszkő készül majd, amely mutatja a távolságot és az irányt Magyarország világörökségi helyszínei és megyeszékhelyei felé, mondta Nagy Gábor Tamás polgármester. A tér annyiban még bővítésre vár, hogy a alant elterülő, most még csak sóderes területen, hamarosan egy olyan faragott diszkő kerül majd elhelyezésre, amely Magyarország világörökségi helyszíneit és megyeszékhelyeit fogja bemutatni, a távolságot és az irányt, hogy mi merre van, körülbelül milyen távolságokat találunk, ha Aktelekre, Hollókőre, vagy akár a Balatonra, Balatonfelvidékre, vagy bármely megyeszékhelyre szeretnénk tekinteni. A tér felújításánál fontos szempont volt, hogy a gyalogos forgalom biztosított legyen az Öntőház utca felé, illetve az Öntőház utca felől, hangsúlyozta Csuportné Tátrai Ildikó. A tér kialakítása során az volt a célunk, hogy egy olyan közösségi tér jöjjön létre, ami részben városi térként, részben parkként és egyaránt jól működik. Ehhez a következőket kellett megtervezni. Először is ezt a teret, amin állunk, ezt meg kellett nyitni a sikló felé, hogy összekapcsolódhasson a 0 kilométer kő és a siklónak a területe, és a lelépcsőzéssel a két térrel közösen egy egységes, átjárható és átlátható tér szülessen meg. Ez a tér egyebeket is rejt, ez a városi térrész, részben pihenést, részben pedig a kávézó kiélési lehetőségét is biztosítja. Ez az a hely, ami többlet feladatként azzal is megbirkózott, hogy az Öntőház utca felől, illetve az Öntőház utca felé a gyalogos forgalmat át lehessen vezetni, ami a Várbazár megnyitásakor egy jó átközlekedést biztosít. A tér átadása után várhatóan augusztus elején nyit meg a Várkertbazár felől lejövő Öntőház utca torkolati támfalában épített pavilon, amellyel az önkormányzat célja az volt, hogy a turisták által látogatott területet ne illegális árusok foglalják el.
Tűz volt hétvégén az egyik második kerületi szállodában, az első emelet egyik szobájában csaptak fel a lángok, ahol a berendezési tárgyak égtek. A füst pillanatok alatt elborította az épületet, a kiérkező tűzoltók a szállodát biztonsági okokból kiürítették. A szoba lakói a tűz idején nem tartózkodtak a szobában, így személyi sérülés nem történt, a tűz keletkezési okát még vizsgálják. A nyári fesztiválok ideje alatt is kiemelt figyelmet kap a fiatalkorúak alkohollal és dohánytermékkel való kiszolgálásának ellenőrzése, jelentette be Tarnai Rihárd Pest megye kormány megbízottja. Az ellenőrzéseket a szülői beleegyezéssel kiskorúakkal hajtják végre az eredményesség érdekében. A tapasztalatok azt mutatják, a kisebb rendezvényeken nagyobb a kifogásolhatósági arány. Idén is kiemelt figyelmet kap a fesztivál szezonban a fiatalkorúak alkohollal és dohánytermékkel való kiszolgálásának ellenőrzése, mondta Tarnai Rihárd Pest megye kormány megbízottja. A kifogásolhatósági arány igen magas a kisebb rendezvények tekintetében, számolt be a kormány megbízott az eddigi ellenőrzések tapasztalatairól. Sok rendezvényen voltunk, a Váci Vigasságtól kezdve sok minden máshol. Az egyik helyen 6-ból 6 lebukás történt, tehát 100%-os volt a kifogásolási arány, a másik helyen pedig 83%-os 6-ból 5 esetben történt meg. Azt gondolom tehát, hogy az ilyen rendezvényeken, mint ahogy szóvivő asszony is említette, azt hiszik sokan, hogy jobban vissza lehet élni, hiszen nincsenek annyira a szem előtt, ez pedig nem így van, hiszen a kollégáink a legkisebb rendezvényeket is folyamatosan ellenőrzik és folyamatosan látogatják, hogy mi módon arra talán majd kérdésre lehet válaszolni. És miközben nagy rendezvényeken kifejezetten jó a tendencia és pozitív dolgokról tudunk beszámolni, most a figyelmünket a fiatalkorúak dohány és alkohol termékkel való kiszolgálására fogjuk helyezni. Az ellenőrzések hatékonysága érdekében szülői beleegyezéssel kiskorúakkal hajtják végre a próbavásárlásokat, természetesen a valódi ellenőrök jelenlétében. Tarnai Rihárd elmondta, kötelessége az eladónak megbizonyosodnia arról, hogy a vásárló betöltötte a 18. életévét. Kereskedőnek kötelessége a hozzá betérőt igazoltatni, hogy valóban elmúlt a 18 éves, bár hozzáteszem, nekem a legnagyobb gyermekem 14 éves épp, hogy elmúlt, félfejjel magasabb, a hangja mélyebb, és szerintem 18 évesnek is nyugodtan kinéz, de ennek ellenére a kereskedőnek kötelessége ellenőrizni, hogy betöltötte a 18. életévét. Hogy milyen szankciókkal tudunk élni. Ugye a bírságolás az egyik, amely kis és közepes vállalkozások esetében 15 ezertől 5 millió forintig terjedhet, az ennél nagyobb vállalkozások esetében pedig 15 ezertől 2 milliárd forintig, és egyéb lehetőség is a hatóság rendelkezésére áll, akár a 30 napos bezárás, akár ezt megelőzően megtiltva egy évig terjedő, maximum egy évig terjedő időtartam tekintetében az alkohol, illetőleg a dohánytermék forgalmazását. Ez mindig az adott helyzet és az ismétléstől, vagy a nem ismétléstől szokott függeni. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a megyei fővárosi kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei a nyári szezon végéig folyamatosan ellenőrzik a fesztiválokat és az idegenforgalmi vendéglátó egységeket. 4 új pszichoaktív anyag került fel a designer drogok listájára, így a rendőrség már ezek lefoglalása esetén is eljárhat. A designer drogok esetében a gyors jogalkotás az egyik legfontosabb, hiszen versenyfutás alakul ki az új összetételű szerek felbukkanása és a büntethetőség hatályba lépése között, áll az Emberi Erőforrások Minisztérium a parlamenti államtitkárságának közleményében. A designer drogok esetében a legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy hetente jelennek meg új szerek a piacon, amikhez olcsó hozzá lehet jutni, ráadásul a kábítószerek hatása sem ismert. Emiatt az elmúlt időszakban több tragédia is történt. A módosítás nagyobb biztonságot garantál a fiataloknak és családjuknak, illetve lehetővé teszi a drogkereskedőkkel szembeni hatékonyabb fellépést, hívta fel a figyelmet a tárca. Gyermek- és babakocsis zarándoklatot szervez a Mária Rádió Szent Mónika Babamama közössége az Egyúton Nemzetközi Zarándoknap keretében augusztus 16-án. A zarándoklatra a babakocsis óvodás kisiskolás gyermekes családokat várják, melyet Normafa Annarét és Makkos Mária között rendeznek meg.
Augusztus 16-án rendezik meg az Egy úton nemzetközi zarándoknapot a Mária út teljes szakaszán, Mária Celtől Csíksomlyóig 1400 kilométeren. A több száz települést érintő zarándoklatot ebben az évben a családokért ajánlják fel Ausztriában, Szlovákiában, Erdélyben és Magyarországon egyaránt. Ehhez kapcsolódóan a Mária Rádió Szent Mónika Babamama közössége gyermek- és babakocsis zarándoklatot szervez a hegyvidéken ezen a napon. Az Egy úton nemzetközi zarándoknapon a Mária Rádió Kismama Klubja babakocsis és gyermekzarándok napot szervez. Ez Normafa Anna Réti kápolnától indul 10 órakor, a gyülekező 9:30-kor lesz, és 2 kilométeren át, 2 megállóhellyel Makkos Máriára zarándokolunk. Ugye legfőképpen felnőttek zarándokolnak, én is zarándok vagyok, és most ez egy nagyszerű alkalom lesz arra, hogy mint családanya bemutassam a gyerekeimnek, illetve más szülők gyerekeinek azt, hogy milyen jó kimenni a természetbe, milyen jó ott a természetben megtapasztalni Isten közelségét, mert hiszen ez nem egy kirándulás lesz, hanem egy olyan zarándoklat, ahol megtapasztalhatjuk az Isten közelségét, akár a madárcsicsergésen, akár a fák suhogásán keresztül, illetve lelki tartalommal is készülünk, tehát nem csak végig megyünk az úton, hanem zarándok útlevelet kap minden gyermek, és 2 pecsételő ponton kapnak bele kisebb pecsétet, és lelki tartalom is lesz végig a zarándok úton, ami azt jelenti, hogy egy atya fogja vezetni, Lőrinc Zoltán atya fogja vezetni a zarándoklatot, és ő nagyon szép gondolataival fogja még gazdagabbá tenni az útvonalat. A 2 kilométeres zarándoklat után gyermekprogramokkal, rózsafűzérkészítéssel, lepedőfestéssel, élőzenével várják a családokat. Laszfi János pedig meseolvasással várja a gyerekeket. A családokon kívül nagyon szívesen látnánk önkénteseket is, akik munkájukkal hozzájárulnának a zarándoklat sikeréhez, illetve olyan támogatókat, akik akár a üdítővel, rágcsálnivalóval, édességgel támogatnák a mi zarándoklatunkat, mivel ez egy non-profit, teljesen önkéntes szerveződés, viszont szeretnénk valamivel kedveskedni a gyerekeknek ott Makkos Márián. A zarándoklatra várnak minden babakocsis, óvodás, kisiskolás, gyermekes családot. A részvétel ingyenes, de a szervezés megkönnyítése érdekében regisztrációhoz kötött, melyet az egyúton.mariaut.hu weboldalon lehet megtenni. Naponta már 2000-en tesztelik a bubit. A budapesti közbringa rendszer nyilvános tesztje másfél hete kezdődött el, azóta folyamatosan gyűlnek a tapasztalatok. A budapesti közlekedési központ szerint a beérkezett visszajelzések pozitívak, a tesztelők a BKK ügyfélközpontjaiban 5-10 perc alatt megkötötték a szerződést. Többségük azóta már teljesítette is az előírt legalább 10-10 perces bringa használatot. Az esetleges hibákat a tesztelők észrevételei alapján javítják ki. Így például dolgoznak a rendszer parkolás és visszaadás funkcióinak egyszerűsítésén. A kisebb technikai hibától eltekintve a rendszer jól működik, ezért hamarosan az éles üzem beindítására is sor kerülhet. Adásunkat az interneten is megnézhetik honlapunkon a hegyvidéktv.hu-n. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!